Kedves testvérek! Az elmúlt jó néhány hétben megkíséreltem hétről hétre egyre rövidebb és rövidebb beszédeket mondani. Hát ennek pont az ellenkezője sikerült, úgyhogy végül is egy régi tervemet vettem elő, és most ez kerül megvalósításra. Szent József életéről, jelentőségéről, személyéről, példájáról szeretnék a következőkben egy nagy kalandot kivitelezni, és erre hívni mindenkit, aki jelen van. Hát meglátjuk, hogy merre jutunk, jó messziről fogok indulni, mert hogy innen lehet csak fölfedezni az egész történetet. Először megnézzük a hátterét, hol, hogyan, milyen körülmények között élt és éltek a szerettei, és aztán meglátjuk az ő személyiségét, mert hogy tanulhatunk tőle, kéne is tanulnunk. A Szent Józsefnek az életrajzát meg szeretnénk valamilyen formában örökíteni, magunk elé akarjuk idézni, két forrást vehetünk a kezünkbe. Az egyik maga az evangéliumok szövege, a másik pedig egy 150 körül keretkezett zsidó keresztény írás, Jakab ős evangéliuma, legalábbis ma ez az írásnak a modern neve. Ennek a legkorábbi kézirata a 200-as évekből ismert, tehát már akkor tudták, hogy miről van szó. Nem csak Mária szüleinek, Szent Joachimnak és Annának a tisztelete alapul ezen a szövegen, enélkül fogalmunk se lenne, hogy hogy hívták Mária szüleit, hanem sok ünnepnap is innen ered. Például november 21-e Mária bemutatása a templomban, amit azóta áthelyeztek. De ugyanilyen lenne a december 8-a, a szeptember 8-a és a többi. Hogy honnan maradt fönn ez a szöveg, ez sok nehézséget jelenthet, jelenthet ne, mi azonban tudjuk. Kizárólag Jézus családja, vérrokonai lehettek a forrásai ezeknek a szövegeknek. Az úr rokonait, ahogyan úgy így nevezik őket, legalábbis Názáretben a 250-es évekig meg lehetett találni. Aki errefelé járt, szemtől szembe találkozhatott Jézus rokonaival. Ekkoriban, pont 250-ben egyikük, egy konon nevű férfi, a keresztény üldözésben a származása miatt, nem azért, mert csinált bármit is, vértanúságot szenvedett. Kivégzésének oka az volt, Jézus vérrokona. A második század elejéig Jeruzsálemben az Úr rokonai, leszárma, leszármazottai családjának leszármazottai vezették az ősi egyházat. A jeruzsálemi püspökök ők voltak, nevezzük most így egyszerűbben. A Barkóba féle felkelés után, aminek 135 körül lett vége, az Úr rokonai Názáretbe és a közeli kis városokba húzódtak vissza, ahol egy palesztin származású keresztény, Julianus Africanus 240-ben halt meg, még tudott róluk, szemtől szembe látta őket, ismerte őket. Még a 4. században, 300 évek írásos családfák birtokában voltak ezek a názáret környéki Jézus családhoz tartozó tagok, és egészen az 500-as évekig találkozhattak olyan názáreti asszonyokkal, akik bizonyítani tudták magukról, hogy Szűz Mária rokonai. A szöveg tehát, ami a rendelkezésünkre áll, egy családi hagyomány, amit a 200-as évekig úgy tűnik, hogy szóbelileg őriztek meg, és ekkor jegyezték le. De látni fogjuk majd, remélem sikerül ezt megmutatni, az evangéliumban előjövő jelenetek a háttérben sokkal többet mutatnak, ilyen tartalmaznak. Dávid király családjából származik a messiás. Ez nem volt kétséges, hiszen a proféciák világossá tették ezt az Ószövetségben. A király családja mindig is Betlehem környékén élt. Tessék föllapozni az Ószövetséget. Ezen a területen hatalmas birkanyájaik voltak, és itt vannak azok a dúsfűvű legelők, ahonnan messze északról is ide terelték a nyájakat. Ez a terület a jelek szerint a babiloni fogság után is Dávid családjának birtokában maradt. Csak a Makkabeus felkelés a Hasmóneus királyi család idejében kellett úgy tűnik a csa Dávidi család nagy részének Galileába áttelepülni. A Gajnezáreti tótól nyugatra fekvő terület egészen 103-ig Perzsa uralom alatt áll, majd később különböző kisebb királyok alatt. Ide az utóda, 103 után az új zsidó király zsidókat telepít be. Kitör a polgárháború, a farizeusok fölkelését kegyetlenül leverik, és ezt követően irgalmatlan hajszába kezdenek a zsidó uralkodó család tagjai a lehetséges trónvárományosok fölkutatása érdekében. Ezek közé tartozik Dávid családja. Ők a törvényes örökösei a trónnak. Ezek papi család fölkapaszkodtak. Az eszénusok Damaszkuszba a Dávid utódok részben tiltakozású, részben biztonsági okokból Galileába költöznek. A zsidó politikai csoport egy részek külföldre vándorol, az ősi, messiási ígéreteket hordozó királyi dinasztia pedig Galileába menekül. Lehet, hogy a hasmóneusok is kényszerítették őket a Dávidi családot az áttelepülésre, hogy Jeruzsálemtől távol szemmel tarthassák valamennyit. Ők Galileában egy termékeny fensíkon telepedtek meg, ahonnan jól szemmel tarthatták a közeli síkságot, és idejében észrevehették, ha a király különítményeket küldött utánuk, hogy elkapják őket. Emiatt nevezték a falut Nazárnak vagy Nacárnak, ami azt jelenti a Héberben, hogy őrködni, szemmel tartani, felügyelni. A névnek a Héber írásban az ezzel, emellett azonban volt egy másik jelentése, Tudjuk jól, a Héberek és az Arámok mással hangzókkal írnak, az NZR olvasható Nazárnak, ami azt jelenti, hogy őrködni, de Nezernek vagy Necernek is, attól függ, milyen magánhangzókat teszünk bele. Ez pedig a második változata, a Nezer, utalás Izajás profétának a proféciájára, vesző Harjad Izsáj törzsökéből és a többi. Nazárt, vagy Názáretet, tehát nyugodtan fordíthatnánk magyarra úgy, hogy Sarj falu, leszármazottak települése. A Dávidi család leszármazottai népesítették be ezt a települést, és vonatkoztatták a származásukra, tehát utaltak arra, hogy kik ők. Ezzel együtt, hogy itt viszonylagos békében éltek, a falusias északi életmód távolság Jeruzsálemtől a templomtól, ami az egész zsidóságnak a vallási és közé, mindenféle szempontból a központját jelenti a létezésének, ellentétben sok mai kereszténynyel, aki a templomot az utolsónak tartja, és ami ennél is fájdalmasabb lehetett talán számukra még pedig személyes okokból, az a betlehemtől való távolság. Hiszen pontosan tudták, hogy egy nap ezen a helyen teljesedik be az uralkodói dinasztiájuknak a sorsa, itt kell megszületnie a messiásnak. Most pedig nem lehetünk ott, mondják ők. Názáret egy kicsi falu, majdnem azt mondhatnánk jelentéktelen település, talán ötven kőház, ha állhatott benne. Ezeknek a nagy részét puha mészkőbe vágott barlangok fölé vagy elé építették, télen meleget, nyáron pedig hűvöset nyújtottak a lakóknak. Életük középpontjában a gazdálkodás állt. Nagy olajfaültetvények, szőlők vették körül a települést, de háztartási ipart is űztek, és a vallási élet középpontját, mint minden településen, a zsinagóga jelentette. Itt a fiúkat a Tórára és a Szent Írások olvasására és magyarázására tanították. Nem szabad elfelejteni, hogy ebben a korban nem volt analfabéta zsidó gyerek. A rabbik szenzációs módszerekkel, szó szerint mondom, beleverték a kölkökbe a tudást. Ott nem volt sipákolás, meg tüntetni a jogakért, és akkor jönnek be a sértődött szülők, hogy hogy merte megütni a gyereket. Nyilván a szadista állatokat ki kell zárni, nem erről van szó. Hazament, próbált volna panaszkodni a rabbira. az apjától kapta volna a másik frászt, hogy a falon freskó. Mindjárt megtanulta, hol a rend, meg mi a helye a dolgoknak. Ezek a házak szegényesek és díszítés nélküliek, talán azért is, hogy a számüzetésükre állandóan emlékeztessék magukat, ugyanakkor viszont a sírok arról tanúskodnak, hogy bizony nagy öntudat volt bennük. Nem felejtették el, hogy micsoda ranggal rendelkeznek, mint sok keresztény elfelejti, hogy Isten fi. A Názáreti sziklasírok szikla a legtekintélyesebb síregyüttest jelentik egész Galileában. A legnagyobb sírt hatalmas gördíthető kővel zárták le, és pontosan olyan díszítettségében, elrendezésében, mint a jeruzsálemi arisztokraták sírja, semmivel nem marad el mögötte. Méltó egy uralkodó család leszármazottaihoz. A gyűlölt hasmóneusok, a makkabeus királyok bukása után egyes Dávid leszármazottak, bátran visszatértek Betlehembe. Természetesen minden nem, hiszen közben Galilea egy nagy érvényesülést jelentő területté lépett elő. Olyan hely, ahol mind gazdaságilag, mind egyébként megtalálhatták a számításukat. Ez lesz majd az egyik mozzanata kulcsa annak, amikor József és Mária érkezik Betlehembe a népszámlálásra, és keresnek maguknak szállást a rokonok között. Volt hol? Mert hogy egyesek már eddigre visszatérnek Betlehembe nagyjából ez az a környezet, ez az a közeg, ahol József és Mária fölbukkanik a szemünk láttára, ahol először látjuk őket. Ez az életterük. Innen indul a történet. És egyszer csak látjuk majd betoppanni Józsefet, aki már egy kész férfi, és látjuk Máriát, aki volt vagy 13-14 éves. Sem, nem kell megrökönyödni. Az akkori zsidó szokásoknak ez felelt meg. Senki nem mondta, hogy azonnal el is hálták a názt. Ekkoriban egyszer csak előttünk áll Dávid leszármazotta, vérszerinti örököse József, és megkéri majd, és feleségül kapja Máriát. És így indul el az üdvösség története. A történelemből valami több, valami végtelenül több lesz, és minden más fölé emelkedik. És itt indul egy új, isteni élet ebben az emberségben, amelyben azóta is osztozhatunk. Aki csak vállalkozik erre a nagy kalandra. A többi nem tudja, miről marad le. Mert ennél nagyobb nincs. Ezen az úton, ezen a közös fölfedezésen elindulva, imádkozzunk most önmagunkért, egymásért, és azokért, akik ránk vannak bízva, akikért felelősek vagyunk. Hogy minnyáján fedezzük föl ezeknek a nagy szenteknek, és most elsősorban Szent Józsefnek a hihetetlen dicsőségét, méltóságát, rangját, azt a nagyságot, amit ő kezdettől betöltött Isten terveiben. És ugyanez vár ránk is, csak más módon, más helyen, más körülmények között. A legnagyobb ajándék jutott neki. De nekünk sincs kevesebb. Mi mind nem csak a karunkba foghatjuk, ide bejön, amit József soha nem tapasztalhatott meg. Az énembe száll alá maga az Isten. Ezt készíti ő elő, egy szállás csináló. És most a kaland kedvéért, a felfedezés a megismerés útján befogad bennünket a családjába. És belülről láthatjuk, mint családtagok, akikre a családfő gondot visel, vigyáz, akikkel törődik eteti, táplálja, nevel, és minden, ami hozzá tartozik a családtagsághoz. Ezt most mind József velünk megteszi az úton. Imádkozzunk tehát a mindenható Istenhez, segítsen nekünk a fölfedezésben megújulni a hitünkben, erényeinkben, fölfedezni a kereszténység belső gazdagságát, megismerjük önmagunkban azokat a pontokat, amelyeken meg kell küzdeni, magunk mögött kell hagyni és le kell győzni, legyünk urrá a gyengeségeinken, és ahogyan József a legnagyobb szentek közé tartozik, Mária után a legnagyobb, úgy mi is fölemelkedhetünk a középszerű, átlagos, jelentéktelen keresztényekből a szentek közé. Mert egy keresztény számára ez az egyetlen elfogadható életcél. Erre a szentségre Hívok most meg mindenkit, és én is ezen próbálok majd ez alatt a felfedező út alatt járni. Támogassuk egymást. Mondhatnám azt, kéz a kézben menjünk ezen az úton, a cél maga Krisztus, általa a mennyei atya a Szentlélekben, és mi mindnyájan Józsefekké válhatunk, aki tökéletes tükörképévé lett a fiának, és akkor a mennyei atya rám nézve, ránk nézve, már nem is minket lát hanem fiának tökéletes képmását. Ez a földi mennybe való belépés kapuja. Itt a földön kell a mennyországban élni, hogy a mennyország, amikor ezt a világot magunk mögött hagyjuk, már ismerős világként táruljon föl előttünk, immár csak olyan hely, amit már soha senki el nem vehet tőlünk. Mi el nem veszíthetjük, örökre és végtelenül a miénk lesz, mert már itt is, amiénk volt, éljünk itt is Istenben, hogy odaát már csak és kizárólag Istennek élhessünk, és megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amit József itt a földön, az ő keretei között már megtapasztalt, és azóta odaát vég nélkül birtokol. Amen.